clienților proprii. Nakita dispune de un laborator de verificări periodice pentru produsele de lucru la înălțime și de un laborator pentru verificarea produselor de electrosecuritate. Nakita, soluții complete pentru protecția și securitatea muncii. În Târgu Mureș, bulevardul 22 decembrie 1989, numărul 150. Telefon 0265212958 sau pe www.nakita.ro. Pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghiltv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL. Jó estét kívánok, üdvözlöm a Városkép nézőit. Az elmúlt héten magyar közösségünk kegyelettel emlékezett meg az aradi vértanúkról, akik a szabadságért adták életüket. A Humana Regun és Egyesület és a Szászrégeni Ifjúsági Szervezet idén az Eugen Nicoara Művelődési Ház nagytermében szervezte meg az Októberi Hősök című megemlékező estet. Felléptek Ördögödön, Ördög Timea, Virginás Árpád, Géci János, a Csimbum cínjátszó csoport, valamint a Biborka és a Verőfény néptánc csoportok. Ebből az előadásból készített ma estére Gálboton kollégám egy összeállítást, fogadják szeretettel. Előbb én azonban elköszönök Önöktől, Isten éltesse mindenkit, aki a héten évnapot, születésnapot, házassági évfordulót ünnepel, legyen szép hetük, vigyázzanak magukra és egymásra. A viszontlátásra! Baby.
Fehérben öltözöm a gyásznak ősi, büszke szép jelébe. Fölgyújtom hitem ezüst csilláját, s felemelt fővel felnézek az égre. Uram, magyarok öreg istene, köszönöm szó, ma hozzád emelem. Kései fiad esett imáját, hitet és hálát fogad kedvesen. Köszönöm neked csordultik szívvel, hogy Árpád vezért csak mi nékünk adtál. S kacagányos hősök tízezerjét, kik hont szereztek a Duna folyamnál. Köszönöm néked, hogy Vajd István lett. Szent László bárgya rendeket vágott, s hogy Kapisztrán Jánosról csak én, a magyar szőhetek szép színes álmot. Baljában kereszt, jobbjában kard, szent lett, mert pap volt, és hős lett, mert harcos. S hogy Hunyadi János emlékét csak én, a magyar, szoríthatom magamhoz. Nyúlós hajnali aradi ködben, mintha csak Isten szavát értené, legényes gőggel mentek bátran, Istenhez hajló elmúlás felé. Mintha csak ünnepre mentek volna. A szemük fénye nyugodtan, hogy ragyog, mentek bemutatni egy kis népért a legszentebb áldozatot. És ez a tiszta arc, ez mindig örök, évezredek óta mindig ilyen, a hősök arca, mártírok arca, akikben nékünk az Isten izen. Üzeni, hogy külön vagy, mint mások, éhezett űzött, kik sokszor rongy fedez, de benned teszen a hős csodákat, ki te világ gúnnyal magyarnak nevez. Láttad a holtak arcát a Donnán, és láttad Buda romjai alatt? Láttad hóban rögesve fagyva, míg rajta át még tank talpa szalad? Széttépve aknán véresen roncsan, hogy vér glóriázza kihűlő fejét? Vagy láttad kötél vonódik torkát? De az arcán az Úr keze szent jelét. Az Úr fiai ők valamennyi. Leborulok szent emlékük előtt. Uram, áld meg, hogy ne legyünk gyávább, mint ezrek ők, az előttünk menők. Mutasd, Uram, hogy merre visz az út, méltónak lenni hozzájuk, boldogan. Vezes, Uram, hősi szent csatákra, és oltsd belénk vérünk, hogy tudjuk hogyan. Fájó mosolya le ne nézzenek, mert gyávák lettünk bitangunk talán, s nem merjük az ősi útat járni a szent szabadságot áldott hajnalán. Ne félj, Uram, jöhet még száz arad, nem rettent kín, se könyv, se a vér, se a baj. Még lesznek vidám arcú harcosok, mert még él a hit, és él a faj. Tisztelt megemlékezők, októberi hősök, ez a mottója az aradi vértanúk mártír halálának emlékére rendezett mai műsorunknak. Micsoda hatalma, ereje volt ezeknek a hősöknek, ennek a 13 honvéd főtisztnek, bátor férfinak, hős katonának, igaz embernek,
ennyire retteget, félt tőlük egy egész birodalom, hogy csak az ők igazságtalan elpusztításával érezhették magukat biztonságban, drága kicsi nemzetünk elnyomói. A magyar történelem gyásznapjai közül talán ez a legismertebb. Haláluk szimbóluma annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak is, amelyet a magyar nép évszázadokon keresztül folytatott nemzeti függetlenségéért, társadalmi haladásáért. Ennek emléke nem megfélemlít vagy lesújt, hanem bátorít, ösztönöz, hogy megmaradtunk, hogy vagyunk és küzdünk tovább. Arad gyertyái napjainkig világítanak, a hősök élete és halála ma is példaértékű. De az is példaértékű, hogy ma, 2015. október 6-án önök itt vannak, időt szakítottak és eljöttek ide emlékezni hőseinkre. Sok-sok aradi gyertyafényt láthatnak majd ma. Indításban a már ismert régi katonánk Virginás Árpád világított, dalolt nekünk. A következőkben egy régi honvéd tisztel meg minket a színpadon. Nagy András, a Szászvégeni RNDS elnöke. Megkérem szépen, fáradjon a színpadra. És kedves ifjú harcosok, hiszen ahogy látom, legalább annyian vagyunk, és vagytok, mint ahány felnőtt régi harcos van. És ez egy örvendetes dolog. A mai napon, a 166 évvel ezelőtti tragikus őszre, a magyar szabadságharc elfolytására és a forradalom utáni könyörtelen megtorlás áldozataira emlékezünk. A történelmet ismerjük. Tudjuk azt is, hogy Aradon a katonai elit kivégzése már augusztus 22-én megkezdődött, amikor felakasztották Ormai Orbert ezredest, és folytatódott október 6-a után is. Október 25-én agyonlőtték Kazinczy Lajos ezredest. Ezen belül halálra vagy hosszú várfogságra ítéltek több száz honvéd tisztet és több ezer közhonvédot kényszerítettek a Habsburg hadseregbe harcolni. Több mint 130 ezer ember kényszerült szülőföldje elhagyására. Ma rájuk is emlékezünk. És ha már október van, emlékezzünk 1956. október 23-ára, amikor a szabadságharc vértanúinak leckéjén felnővő pesti ifjak újból fegyvert ragadtak, a nemzet függetlenségért, a szabadságért. A mérhetetlen túlerővel dacolva áldozták fel életüket, mert megértették. A nemzet puszta megmaradása volt a tét. A kivégzések és a megtorlások mértéke a többszörösére nőtt a hajnalú nevéhez fűződő vérengzéseknek. 226 szabadságharcost végeztek ki bírói ítélettel. 2500-nál többen estek a harcok áldozatául. Majdnem 1000 embert hurcoltak el a Szovjetunióba. Több mint 30 ezeret bebörtönöztek, és több mint 200 ezer harcos kényszerült új hazát választani. Szabadságharcaink, legyen az 1849-es vagy az 1956-os, a magyar nemzettudat kiiktathatlan részeivé váltak. Bennük legszebb értékeink és eszméink a függetlenség, a nemzeti érzés, az alkotmányosság és a jog kiterjesztés iránti vágy egyszerre testesül meg. 1849 óta a világ sokat változott. Ma a függetlenségért és a szabadságért nem kell karddal harcolni, és nem kell érte vérrel vagy életünkkel fizetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy számunkra a szabadság és a függetlenség magától értetődő vagy egyértelmű. Minden nap meg kell küzdjünk érte ott, ahol vagyunk.
Éreztessük jelenlétünket ugyanolyan bátorsággal, elszántsággal, mint ahogy nagy elődeink tették. Az aradi vértanunk, eltérő koruk, más-más anyanyelvük és nemzetiségük, különböző családi és társadalmi állapotuk ellenére egy szempontból azonosok voltak. Mind a 13-on a legdrágábbat, az életüket tették kockára és áldozták fel a magyar nép függetlenségéért és szabadságáért. Arad emléke nem lesújt, nem megfélemlít, hanem épp ellenkezőleg. Bátorít, ösztönöz. Ha ilyen kiváló emberek áldozták életüket a nemzetért és egész Európa szabadságáért, akkor igyekednünk kell, hogy méltóak legyünk hozzájuk. Azokhoz, akik harcoltak és meghaltak a magyar szabadságért, nemzetünk függetlenségéért. A tiszteletadás perceimben azonban a büszkeség érzése tompítja a fájdalmat. Igen, mert büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk a múltunkra, a mi magyar nemzetünkre. Büszkék vagyunk nagy elődeinkre, akiktől megtanultuk, hogy legyünk hajthatatlanok, ha nemes csatában legyőznek bennünket. De amikor győzünk, akkor szerények és nagy lelkűek legyünk. Azt is megtanították nekünk, hogy ne a könnyebbik utat keressük, hanem azt, ami a nemzet javát szolgálja, még akkor is, ha az mérhetetlenül több erőfeszítést követel tőlünk. Akiktől megtanultuk azt is, hogyan nézzünk szembe az erőfeszítésekkel, hogy tanulunk meg egyenesen állni, amikor az igaz ügyért kell helyt állni. Arra is megtanítottak minket, hogy érezzünk együtt az elbukottakkal. És a legfontosabbra, hogy előbb önmagunk urai legyünk, mielőtt másokéi lennénk, hogy szívünk tiszta legyen, céljaink nemesek. Tisztelt emlékezők! 1566 évvel a magyar forradalmi szabadságharc mártírjai nem halálra, hanem életre ítélték őket. Mert emlékezünk rájuk, emlékezünk hős tetteikre, legnagyobb áldozatukra, amit a magyar nemzetnek hoztak. Örökké éltetni fogja őket minden év október 6-án az egész világ. Köszönöm szépen! Két aradi gyertyaláng, művész testvérpár, ők fognak világítani nekünk itt a színpadon. Ördög, Tímea és Ödön következik. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11.
Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămiz, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați, un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxată într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni, fiecare vineri seara la Dare din TV. Sosem látom
Isten tornyába szálljatok, a szegény bűcsorába.
magasság lesz a tornyod, ne félj, haram, ne félj, add hát kölcsön nyelvet, ők is se beszél. Még ismeretlen helyre, de bátran jönnek a saját alkotásaikkal, amivel szeretnének méltóképpen emlékezni. Gyermeki szemmel láthatják verseik tükrében az emlékezést, a vértanúk áldozatát, mondja a csoportvezető tanárnő Deák Helin. Ők Szabó Emőke, Józsefi Krisztál, Mezei Tünde, Barta Henrietta és Varga Zsuzsanna az Augustin Major általános iskola 6. B osztályos tanulói. Fogadjuk szeretettel őket! Következtetésre jutnak, hogy 13 életet ki kell oltsanak. A tisztek gólyó általi halálra készültek, de az osztrákok nemet mondanak a törvénynek. Számukra akasztófákat állítottak, hogy ártatlan embereket gyilkoljanak. Mivel négyen
nem vettek részt a harcban, megállapodtak a gólyó általi halálban. Így lettek a tisztekből vértanúk, hogy szerették és védték hazájuk. Józsefi Krisztál, vértanúk. Az osztrákok nyertek, így hát vezetőket vertek. Ártatlanok az egészen, csatából jöttek véresen. Megölték szegényeket, kínozták életüket. Kilencüket akasztottak, négyüknek fejbe puskát szalasztottak. Szabadságért harcoltak, megsértették a hadakat. Feladták maguk az oroszoknak, kik szóltak az osztrákoknak. Megijedtek a vezetők, eljött az utolsó esztendő, itt ér véget az életük és elalszik mécsesük. Mezei Tünde, az aradi 13. Az osztrák-magyar monarchia alatt a magyarok fellázadtak. 13 honvéd tiszt maradt, kik a hadsereggel harcoltak. Jöttek az oroszok, kik beszálltak a harcba. Ekkor a magyarok megadták magukat sorban, s honvéd tisztjeinket pár napig tartották fogságban. Közben az osztrákokat nagy sértés érte, ezért tisztjeinket átadták az ellenfélnek. A császár nem kegyelmezett, s halálra ítélte mindegyiküket. Kilencet akasztófán, s négyet puskaporral öltek meg, s több asszony maradott özvegyen. Ők voltak azok, kik hazájukért meghaltak, sőt voltak köztük olyanok is, kik magyarok sem voltak. Büszkén emlékezzünk erre a 13 tisztre, kiket bűn nélkül öltek meg, s megalázták őket végleg. Haza és háború. 13-an harcoltak a hazánkért, életüket vesztették egy országért. Bátrabbak voltak, mint a többiek, ilyenek kéne legyünk mi erdélyek. Az osztrákokkal harcoltak, esélyük sem volt, mégis helytálltak, mint minden lélek megholt. Vejetek egy büszkeségnek magyarok, hogy van hazátok, országotok. Magyarok vesztettek, mégsem hagyták magukat, életüket adták, s megvívták harcukat. Barga Zsuzsánna, az aradi vértanúk ünnepe. Ünnep ez a nap, az október 6, szent ünnep van minden jó magyarnak. Mártír halált halt az a 13, kik életüket kell fizettek meg ára. Szabadságért küzdött a jó öregben apó, s a többi társa együtt ment halálban. Szerte fosztott Petőfi, megálmodott álma, szabadságért harcolni, győzelmet aratni. Tisztelettel hajtunk fejet a magyar hősök előtt, akik életüket adták a mi szabadságunkért. Arad felett felhő vonul, eső készül, ég bevonul. Gyászolja a 13-at, kik hősi halált haltak. Mézics Károly! Sokszínű táncrenddel, táncjátékkal csodálatosan világítottak. Ezen úton Kovács Hajnal vezette őket, Duga Szabolcs tánctanárjuk segítségével. Ma is méltóan lépnek a színpadra a Bíborka Néptánc Együttes a Hazáról és az Államról című táncjátékkal.
Grădinița cu program prelungit Emanuel pune la dispoziție 5 locuri grădiniță, 15 locuri after school, reducere 20% pentru cei care se înscriu în luna septembrie. Bază materială completă, ofertă didactică competitivă, servicii suplimentare gratuit. Rating, strada Piața Mică, numărul 3. Grădinița Emanuel. Avem grijă de ei. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Complexul turistic AIMA vă oferă servicii de cea mai bună calitate. Poligon de tir, hotel 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta și sală de conferințe cu capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin, Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Sărbătorești ceva? Sau poate doar ai poftă de ceva dulce? Laboratorul de cofetărie Sabău are pentru tine produse de patiserie și cofetărie mereu proaspete și gustoase. Foietaje, cornuri, cozonaci, prăjituri de casă, torturi de nuntă, botezi și torturi pentru aniversări. Tot aici poți face comenzi pentru parastase și înmormântări. La Brutăria Sabău găsești tot timpul pâine proaspătă și gustoasă. Caută-ne în cele 5 locații din Reghin. Brutăria și laboratorul de cofetărie Sabău. Gustă diferența! Szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat. A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj. Nem. A haza te vagy. Szőröstül, bőröstül. Testi és lelki mi voltodban. Ő szült, ő temetel. Őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban,
melyek összessége életed alkotja. És életed a haza életének egy pillanata is. Thank you.
hazát a történelmi méretekben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza a végzet, személyesen is. Nem fontos, szereted-e vagy sem. Egyek vagytok. De úgy látom és tapasztalom, hogy te szóval, ünnepélyesen, írásban és a dobogókon inkább az állam szeretetről teszel bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van, de az állam ad finom starlómat, csecse fityegőket szalonkabátodra, prima koncot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölővel jársz körülötte, ha férfiasan kidülleszted mellel megvallod a világ előtt, hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért minden állam szeretet gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Gondolj erre, mikor hörögsz a dobogókon és melled vered. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL. Pensiunea Anca vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de saună, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 0741 381 323 Pensiunea Anca, Reghin, Strada Unirii, numărul 25. Locul unde te simți ca acasă.